vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested és véred táplál, hűséged éltet. Nagymaroson beszélgetünk Bár Miklós püspökkel az új könyvéről, arról a riportkönyvről, ami most már egy sorozatának, nem is tudom, hanyadik tagja. Ötödik része. Mi volt az a gondolat, amire azt mondtad, hogy ezt még el kell mondanom? Tulajdonképpen ez a járványhelyzet döbbentett rá arra, hogy az életünket halálosan komolyan kell venni. És hát ez indított aztán erre a gondolatra, hogy ez most már tényleg legyen a befejező része ennek a sorozatnak. És egy kicsit, hát maga a cím is már sejteti, hogy egy kicsit az Úristen felé tekintek, hozzád megyek. Ugye ez a Zsíje Jenőnek a kedves énekéből vett idézet. Számot vetni is szeretnék. De ugyanakkor a beszélgetés közben kiderült, hogy mennyire komoly ez a kérdés, most a járvány kapcsán persze, de mindnyájunk számára, hogy hogyan értelmezzük az egész életünket tér-idő távlatába, és hát az időskor visszatekintésével az utánunk következő nemzedék életét, az egyházunk jövőjét, hiszen ez is érdekes hangsúlyt kapott, hogy álmodom az egyházamról, álmodom az egyházunk jövőjéről. Talán a korábbi kötetekhöz képest itt most kevesebb történetet mesélek el, inkább próbálom összegezni az én élettapasztalatomat, a papi püspöki szolgálatomnak a látásmódját. Hát ezek most mind valahogy így összeálltak. Az előző köteteidben nagyon élvezetes volt, hogy rengeteg sztorit elmeséltél az életedből. Ebbe inkább arról írsz, hogy milyennek álmodod az egyházat. Milyennek álmodod? Feltétlenül hiszek az egyház megújulásával. Amit sokszor emlegetünk, és hát tényleg, ha történeti távlatban tekintünk vissza a 2000 éves egyházunk történetére, vissza a forráshoz, vissza az ősegyház első élményvilágához, Jézus feltámadásának az élményéhöz. És ennek az ellenőrző visszatekintésnek a segítségével próbáljunk a jelen körülmények között eligazodni és keresni az Úristen szándékát. Azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen nincs új élethelyzet. Születés és a halál, az életért való küzdelem, a másokkal való együttélés, az új nemzedékkel való kapcsolat. Aztán hát persze benne vannak a konfliktusok, a küzdelem, a megpróbáltatás, szenvedés, a fájó igazságtalanság, vagy hát tényleg a világban levő háborúság. Na de ezek mind valamiféleképpen jelen voltak az ősegyház életében is. És hogy az evangélium fényében és a Szentlélek Úristen vezetésével ma hogy tudunk a jelen életben reményt adni, feleletet adni ezekre a örök nagy kérdésekre? Arról volt szó, hogy ahogy haladunk majd a világ vége felé, addigra egy akkor lesz és egy pásztor. Ez most nem így néz ki. Vannak reményt keltő jelek. Most a legfrissebb élményem természetesen a Szentatyának az új enciklikája. Ez a Fratelli Tutti. Egyáltalán ez a megszólítás és ez a fölvetés, ahogy Assisi Szent Ferencre utal a pápa, ez pontosan az emberiségnek a megbékélésére,
a kiengesztelődésre utal. De rögtön reagálnék arra a megjegyzésedre is, hogy nem nagyon látjuk egymásra találást. Én azért mindig szoktam hivatkozni egy élményre, ami már a számomra evidenciát jelent, keresztény egyházak közötti ökumenikus kapcsolat. Azért 500 évvel ezelőtt, ugye a reformációra visszatekintünk, akkor nehezen tudtuk volna elképzelni, hogy ma újra egy asztalhoz leülünk, meghallgatjuk egymást. Tehát én a saját papi életemben ezt valami nagyon nagy reménységként élem meg, hogy mi odafigyelünk egymásra, reformátusok, evangélikusok, baptisták, vagy a kisegyházakra is, és úgy rácsodálkozunk, hogy hát hiszen ők is ugyanúgy Jézus Krisztusról beszélnek. A benne megtalált isteni szeretetről beszélnek. És hogyha kicsit lehántjuk a rárakódott sallangokat, vagy a fogalmi különbségeket, akkor azért az irányt látjuk, hogy egyfelé megyünk. Éppen ebben a legújabb pápai enciklikában Ferenc pápa egyértelműen utal az iszlámmal való kapcsolatfelvételre. Ugye amikor a Abu Dhabiba ők egy közös nyilatkozatot írtak alá az Al-Azhar kairói egyetemnek a vezetőjével, hogy egy a mi teremtő Istenünk, és mindnyájan testvérek vagyunk. Ez valami óriási dolog. És én nagyon hiszek abba, hogy akár a zsidósággal, ugye az ábrahámi vallásokat is egyre többször emlegetjük, nagyon szép jeleit látjuk a közeledésnek, a megbékélésnek. És ezen keresztül én azt hiszem, hogy a hívő embereknek az Úristen ezt adja a feladatul, hogy ez a megosztott világ, ez a sok sebből és nagyon sok fájdalommal terhelt világ, tehát a holokausztól népirtásokon át, ugye a jelen konfliktusokig. Pál apostol ezt így fogalmazza meg, hogy Jézus Krisztusban Isten kiengesztelődött a világgal, és ránk bízta a kiengesztelődés szolgálatát. Ez valami nagyon fontos dolog. Tehát a egyház jövőjéről, ha álmodom, én ebben látok egy valami nagyon nagy fényt, reménységet, hogy ezt egyre többen megértjük, és akkor a kör bővülhet tovább a nagy világvallások közötti kapcsolat terén is. Tehát Szent VI. Pál pápát nagyon sokszor szoktam idézni, és ugye Benedek pápa is sokszor idézi őt ugye a szóhasználatában. Hát ő indította el az Assisi ima találkozókat. És ez egy nagyon nagy dolog, hogy ez azóta is működik, és ott ezek a vallási vezetők tudnak imádkozni együtt egymásért. És hát ugye ezek nem véletlenek, hogy Ferenc pápa erre ráirányította a figyelmet az ő névválasztásával. És ugye hát sokszor idézgetem Szent Ferencnek a imáját, hogy Uram, tégy engem a te békéd eszközévé. Tehát amikor az egyház jövőjéről álmodom, ezt nagyon fontosnak érzem, hogy mi keressük a testvéri kapcsolatot szűkebb és tágabb értelemben. És ami megint egy óriási élményem, hogy eljutottunk odáig, most már a II. Vatikáni zsinat után, hát elég sok évvel, de hogy kezdjük érteni a zsinatnak a szellemét, hogy mi nem megváltoztatni akarjuk a másikat, hanem meghallgatni. És az ő hitéből mi is gazdagodni szeretnénk. Tehát ez az egyik. Hát a másik, az pedig megint csak Ferenc pápa nyomán a szolidaritás. Hogy sokkal inkább járja át az egyházunknak a magatartását, életstílusát a
szegényekkel való törődés. És ez megint ugyanúgy, mint az ősegyház életében látjuk, hogy szinte az első apostolok cselekedeteiben, ahogy olvassuk, szinte az első ténykedésük ez volt, hogy gondoskodtak a szegényekről, özvegyekről, árvákról. Ez nem egy mellékes tevékenysége az egyháznak, hanem, ahogy ezt a Benedek pápára szoktam hivatkozni, ő mondta, hogy ez ugyanolyan fontos élet megnyilvánulás az egyháznak, mint a szentírás ismerete, vagy a liturgiánk. A diakoniai szolgálat. Ezzel át is kötöttél rögtön az alapítványodhoz, a Szent Ferenc szegényei alapítványhoz, amiről igen, még szerettem volna beszélgetni veled. El tudnád-e mondani, hogy mit is csinál ez az alapítvány, akik még nem találkoztak vele? Az alapítvány létrehozásának a konkrét indítéka az volt, hogy szerettem volna én is bekapcsolódni a felzárkóztatási programba, amit a Máltai Szeretetszolgálat már évek óta megkezdett. Vecsei Miklós barátom biztatott, hogy ez egy országos programmá nőtt, a kormány is jóvá hagyta a 300 leghátrányosabb településnek a felzárkóztatását, ezt a jelenlétprogramot. Úgy tudok bekapcsolódni, hogyha van egy valamiféle jogi személyiség a hátteremben. Amikor a névválasztásra sor került, akkor hát persze, hogy rögtön ez jutott eszembe, hogy hát a Ferenc pápa, Assisi Szent Ferenc, és a szegények, akik mindig is jelen voltak a papi életem során, akár plébánosi éveimre gondolok, akár most az utóbbi püspöki szolgálatomra, mindig szembe találtam magamat a rászoruló emberekkel. Igaz, hogy ennek a jelenlét programnak, tehát a hátrányos települések felzárkóztatási programjának a szempontjából hoztam létre az alapítványt, de az alapító okiratunkban szerettem volna ezt is megemlíteni, hogy nem akarok leszűkíteni a tevékenységünkben csak a falusi lakosságra, vagy hát elsősorban ugye a cigányságnak a szolgálatára, hanem a fogyatékosokra is figyeljünk. A kórházi szolgálatra is figyeljünk. Meg egyáltalán a bajba jutott családoknak a megsegítésére. Na úgyhogy eléggé szerte ágazó lenne a tevékenységünk. Mindenkin próbálunk segíteni, aki bajba van. Alapelvként azt határoztuk el a barátaimmal, hogy egyéni kéréseket nem tudunk fölvállalni. Csak intézményeket támogatunk, mint például az Ipoly-Tölgyesi otthon itt a közelünkben, vagy gyerekkórházzal fölvetjük a kapcsolatot, a Széjjelúti Szent Ferenc kórházzal régi kapcsolatom van. Tehát ilyen módon próbálunk segíteni, jelen lenni. Tehát mindig a helyi adottságokat akarjuk figyelembe venni. Önkormányzattal, iskolával, óvodával, családsegítő szolgálattal, védőnővel. Tehát mindenkivel, aki közelről ismeri az embereknek a mindennapi élethelyzetét, és velük együtt munkálkodva próbálunk segíteni, differenciáltan. Éppen most volt egy konferencia napokban, a Együtt Európáért Alapítványnak volt egy konferenciája Balassagyarmaton. Ezt hangsúlyozták, hogy akkor segítünk mi igazán, ha nem sablonokkal akarjuk a jelenlétünket erőltetni, hanem mindig odafigyelve, meghallgatva az ott élő embereknek a napi gondjait, a valós szükségleteit. Azért ez mindig előbb-utóbb visszakanyarodik a gyerekekhöz, a fiatalokhoz, a nevelés kérdéséhez,
Ez a kulcskérdés. Ami egészen konkrétan az alapítványunknak a tevékenysége, egyházközségek, civil szervezetek patronálnak egy-egy falut, tehát ott például Nógrádba, tehát Karancságnak, Rimócnak, Mátra-Verebélyi Szentkútnak, és hát többi falunak is már vannak mentoráló közösségei. Sorra járjuk a családokat. És ez most a konkrét feladata a munkatársainknak, hogy elbeszélgetnek egy-egy családdal, fölmérik az ő helyzetüket. Lakás problémájuk van-e? Munkahelye van-e a családfőnek? A gyerekek nevelésébe van-e valami probléma? Egészségügyi felmérés az iskolába, óvodába. Szemészeti fölmérés például. Ilyen szűrő vizsgálatokat végzünk. Hát ezek nagyon apró dolgok, de nagyon fontosnak érezzük. Programunknak az egyik feltétele ennek a jelenlét programnak, hogy a mentorál településen legyen egy valóban fizikailag és kézzel fogható jelenlét háza. És vásároltunk egy házat már az önkormányzattól, és ennek a felújítását is végezzük. Hogy lehessen ott egy külön iskolával, óvodával egyeztetve persze foglalkozásokat tartani, baba-mama klubot például, vagy mese mondó programot, ezt is találtunk egy nagyszerű pedagógus, aki ezt vállalja, hogy tanítja a fiatal anyukákat mesemondásra például. De sportprogramokat, kézműves foglalkozásokat is. És hát ugye ez természetesen az egyházközséggel kapcsolatban a énektanítás, vagy táncoktatás. Ezekben mind már most részt tudunk venni. Azért vagyok olyan optimista, mert Vecsei Miklóssal és hát ugye a munkatársaival egyre többször konzultálunk, beszélgetünk, és ő mindig hangsúlyozza, hogy ez egy 20 éves program legalább. Tehát, hogy a születéstől az első munkahelyig kísérni egy-egy gyereknek a történetét, életét. Éppen ezen a balassagyarmati konferencián hallottam a tehetséggondozásnak a szempontját. Vagy hát ugye kapcsolatban vagyunk a roma szakkollégiumokkal. Ugye ez is egy óriási dolog, hogy a továbbtanulásukat hogy tudjuk segíteni. Na de mindenképpen az állandóság, a kiszámíthatóság és a hosszú távú jelenlét. Ebbe bízunk. Mennyire vevők rá? Ez egy nagyon fontos kérdés. Ameddig bizalmat nem éreznek kölcsönösen egymás iránt, addig ennek nincs értelme. Tehát a korábbi tapasztalataim is, amikor hát ugye még Pilisvaróti Dömösi plébános voltam a 70-es, 80-as években, már ott megértettem, hogy a legfontosabb meghallgatni őket, családot látogatni, beszélgetni velük, és a kölcsönös bizalmat kiépíteni, amikor már megdicsérjük azt a gyereket, és sikerélménye van. Tehát minden gyereknek van valami olyan tehetsége, amiben ő sikeres tud lenni. Az lehet akár az ének, vagy a sport, vagy akár tánc, vagy szavalat. És ez nagyon fontos, ugye Böjte Csabát szoktam mindig emlegetni, hogy nem jóvá kell szidni a gyerekeket, mert az reménytelen, hanem jóvá dicsérni, önbizalmat adni neki, fogni a kezét, szerepeltetni, hogy legyen sikerélmény. Megható dolgok, amikor közelről látom egy cigány családnak az örömét egy keresztelőnél például. Hogy tudnak ők örülni, és hogy mennyire hálásak, ha az ember odaül közéjük, hogy elhiggyék azt, hogy mi ugyanúgy tiszteljük az ő személyes adottságait, amit mindig mondok, nem mi választjuk meg, hogy hol születünk. Mindnyájan kapjuk, de hogy ezt egymásba tiszteljük,
és értéknek tekintsük azt a másik embert. Hát ez a hitünkből fakadó szemlélet, és hát megint Ferenc pápa ebben erősít meg bennünket, hogy igen, testvérek vagyunk. És nagyon tetszik Ferenc pápának ez a gondolata, ugye ebben az enciklikában megint a irgalmas szamaritánus történetét elemzi az ő jezsuita módján, és azt mondja, hogy nem az a kérdés, hogy ki az én felebarátom, hanem hogy én felebarátja tudok-e lenni annak a másik embernek. Hogy együtt érzek-e vele, oda tudok-e menni hozzá. Hát most ezek nagyon foglalkoztatnak, ezek a gondolatok, amikor most éppen ezt mondja ebbe a körlevelében Ferenc pápa, hogy nem lehet senki közömbös. Vagy rablók vagyunk, vagy pedig szamaritánusok. És hát ugye ez nagyon kemény kérdés, hogy te most melyik oldalon állsz? Rabló vagy, aki kihasználod a másikat, vagy pedig közömbösen elmész mellette, vagy pedig szamaritánus, vagy esetleg áldozat. De ezen múlik. Azok a családok, akikkel kialakult egy kapcsolat, akár az alapítványok, akár személyes kapcsolaton keresztül, visszajárnak-e hozzátok? Azt szoktuk mondani, hogy mi pedagógusok, és magamat mindig ide sorolom, mi pedagógusok ebből kapunk mindig bátorítást, amikor a régi tanítványok visszajönnek, visszajeleznek. És hát tényleg öreg papként nekem ez egy szinte naponta megélt élményem, amikor kapok egy kedves levelet, vagy egy SMS üzenetet, hogy megszületett a nem tudom hanyadik unokánk, fölvették a gyereket az egyetemre. Szóval a visszajelzések, tehát tartom a kapcsolatot. Sokszor elgondolkozom rajta, hogy is van ez, hogy számszerűen, hát nem tudom hány ezer, vagy tízezer emberrel kerültem kapcsolatba, hogy a Jóisten hogy irányítja a kapcsolatunk alakulását, hogy azért nem egyszerre tízezren telefonálnak, hanem hol az egyik, hol a másik, újra fölbukkan valaki, és van időm meghallgatni őket. Hogy lesz ez a kapcsolattartás a világjárvány idején? A bezártság az embereket türelmetlenné tette. Volt ilyen is. De én mégis inkább a másik oldalt értékelem. Először meglepődtünk, hogy hát mi az, hogy nem mehetünk oda, ahova akarunk, vagy hát a templomaink még az első időszakban be is zártuk. De viszont elkezdődtek ezek az online mise közvetítések, és ma ott tartunk, hogy igaz, hogy most már eljöhetnek a templomba, de most már azóta rendszeresen innen Marosról minden hétköznapi misét is közvetítünk. Uh-huh. És hát a visszajelzésekből ezt látom, hogy nagyon sokan kísérik akár az én miséimet, prédikációimat, kapom a visszajelzéseket, és én ilyen optimista módon nézem ezt a helyzetet, hogy nagyon sok ember éppen most talált rá a régi kapcsolataira. Egymásra bíz bennünket az Úristen, és most tényleg rajtunk múlik, hogy fölhívjuk egymást telefonon, küldünk-e Facebookon vagy e-mailen üzenetet valakinek, válaszolunk-e az ő megkeresésére, levelére. Tehát nagyon sok lehetőségünk van arra, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Nem fizikailag, de lélekben. És hát most ugye járvány utáni időről is úgy gondolkozunk, hogy is lesz ez. Én nagyon bízom benne, hogy sok ember közelebb kerülhet egymáshoz. A te személyes életedben jelentette változást a járvány jelenléte?
talán egy kicsit több időm volt olvasni, elmélkedni, imádkozni. De azért ez így nem igaz önmagában. Mert ugyanakkor a másik oldalon egyre több segélykérést kaptam, akár fizikailag is megkeresnek lelki beszélgetésre, tanácskérésre, de hát a elektronikus lehetőségeken keresztül is nagyon-nagyon sok emberrel kerültem most újfajta kapcsolatba. Tehát egyáltalán nem éreztem magamat bezárva. Egyre inkább kezdem megérteni, hogy az Úristen most ezt adta nekem feladatul, hogy elérjenek sokan, és tudjak vigasztalni, bátorítani. Például nagyon sok bajba jutott házaspár is megkeresett. A bezártságban sok házasság talán most éli a krízis idejét. A másik oldalon viszont nagyon sok család arról számolt be, hogy végre újra egymásra találtak, a gyerekekkel együtt lehettek, együtt játszottak, naponta, hétköznap is együtt ültek az asztalnál, vagy együtt imádkoztak. Talán nem túlzok, hogy ebben a járvány időben még közelebb kerültem az emberek mindennapi életéhez. Én nagyon bízom benne, hogy ez a járvány szembesít azzal, hogy hát mi nem vagyunk urai ennek a világnak. Mi ajándékba kaptuk ezt a világot. Tehát én hiszek abban, hogy sok ember éppen most indul el a hit útján. Rácsodálkozik az összefüggésekre. És amit ugye a járvánnyal kapcsolatban szoktam mondani, hogy vegyük észre, hogy ez egy ilyen világ, ahol van károkozó, kórokozó, ami ellen küzdeni kell. De a küzdelem egymásra is utal bennünket. Ugye az orvosoknak, ápolóknak a munkáját most hála Istennek egy kicsit jobban észrevesszük, mert érezzük, hogy rájuk vagyunk utalva. Tehát megköszönjük az ő szolgálatukat. Na de ezen túl, ezt is szoktam mondani, hogy tulajdonképpen minden emberi tevékenység valamilyen módon a másik emberre utal. A buszvezető valakit elvisz a munkahelyére. A tévés az közöl híreket azokkal, akik nem jutnak oda egy eseményhöz. De a pedagógusok, hát a önkormányzatban munkát végző tisztviselők, mindenki valakiért dolgozik. És hogy ez kapjon nagyobb hangsúlyt, ne csak az, hogy most én megélek a munkám jövedelméből, hanem hogy a munkámnak én tudatosan lássam a személyre szóló szolgálat jellegét, ajándék jellegét. Kanyarodjunk egy kicsit vissza a Hozzád megyek könyvhöz záró gondolatként. Tudsz-e olyan történetet mondani belőle, ami az olvasó számára kedvet csinál ahhoz, hogy ezt elolvassa? A búcsúzás élménye. Talán egy kicsit meglepő, hogy egy ilyet mondok, és többen meg is jegyezték, amikor látták a könyv címét, hogy hát atya, miért akar búcsúzni? De azért, mert a búcsúzás az végigkíséri az életünket, és az jelzi azt, hogy mi egy nagyobb távlatba gondolkozunk. A 70-es években voltam már Janosztrán plébános, 6 évig voltam ott. Hát nagyon fiatal voltam még. És amikor Pilismarótra áthelyeztek, elbúcsúztam egy szombat esti misén. Már ott volt az utódom, együtt miséztünk, és Szent Pált idéztem, aki az efezusi egyház vezetőitől elbúcsúzik a tengerparton. És szó szerint így van az apostolok cselekedeteiben, hogy az a mondata fájt nekik, hogy
már soha többé nem fogjuk egymást látni. És akkor én ott Mária Nosztrán ezt mondtam, hogy elbúcsúzom tőletek, mert tudom azt, hogy így már soha többé nem fogjuk egymást látni. Hát volt, aki törögette a szemét, meg nem tudom micsoda. Lényeg az, hogy hát sok minisztráns is volt, és mise végén levették a minisztráns ruhát, és eltűntek. És nem értettem. Hát én azt vártam, hogy ott a nyakamba csimpaszkodnak, vagy valami lesz, és elmentek. Hát nem értettem. Na akkor még egy kicsit ott beszélgettünk, elbúcsúztam az új kollégától, az utódtól, beültem a Trabantomba, és ilyen nagyon hát szomorkásan indultam el a falumba, hát ott Mária Nosztráról. És amikor odaértem a falu határához, ott volt az összes gyerek. Összekapaszkodva elállták az utat. Hát akkor még 20 éves voltam. És ez aztán annyiszor megismétlődött. Pilismaróton is, Esztergomba is, vagy Vácon. És ebben a kis kötetemben ezt idézem, hogy ez a búcsúzás, ez tulajdonképpen átélése a megélt találkozások örömének. Ezek megtörténtek velünk, a találkozások. És ahogy kérdezted is az előbb, hogy tartom-e a kapcsolatot a régi tanítványokkal, régi barátaimmal. Igen, egy kicsit átrendeződik mindig, az újak talán mindig egy kicsit nagyobb hangsúlyt kapnak a friss élmények, de ezek megtörténtek velünk. Az életüknek része voltam, amikor eskedtem fiatalokat, első keresztelés, vagy amikor szüleiket búcsúztattam a temetőbe. Az életüknek a részesévé váltam. És amikor búcsúzunk, akkor ezek mind ott vannak. Összekötnek bennünket. De hát egy olyan távlatban, aminek az értelme a viszontlátás, a Jóisten. Kenyeretre bort adtál, tested is híret táplál, hűséged éltet, alleluja.